Forrás Rádió. Mindig veled. Azt ígértem az óra elején, hogy a kézilabda mindenképpen terítékre kerül, hát ugye részben az egész műsor során, mert hogy ma is nyerhettek tőlünk 4 darab belépőt, most a Moltatabánya Komló összecsapásra, amit holnap este 7:30-tól rendeznek. Melyik város csapatában védett az elmúlt szezonban Nagy Benedek, a Moltatabánya KC kapusa? Ez a mai kérdésünk. A Salgótarjána vagy B. Gyöngyös, 0620 97 8 97 85-ös. Ide küldjétek el a helyes válasz betűjelét a saját nevetekkel együtt SMS-ben vagy Viber üzenetben. Aki most ezt biztos, hogy nem fogja megválaszolni, ellenben megtudná, az maga Nagy Benedek, aki itt van a stúdióban. Szia, Beni, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Na, hát nyilván te tudod, hogy hol védtél az előző szezonban, és nyilván ez szóba is fog kerülni azért itt a beszélgetés során, de azért engedd meg, hogy azzal a kérdéssel fogadjalak, hogy hogy érzed magad itt Tatabányán új játékosként? Köszönöm, eddig minden jó, minden rendben, csak pozitívat tudok elmondani, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Ez egy nagyon nagy esély nekem, hogy ez meg egy előrelépés a karrieremben, hogy ide szerződhettem, és szerintem nagyon sokat fogok itt fejlődni, és várom a meccseket, és hogy minél többet játszhassak. Mi volt a döntő érv, ami miatt te úgy voltál vele, hogy neked Tatabányán kell folytatnod a pályafutásodat? Igazából a vezetőedző Tombor Csaba személye. Ugye én Veszprémben voltam az akadémián, és ott már én dolgoztam vele együtt, sőt, még a kapus edzővel, Probics Harisszal is, szóval így már volt ismertségem, és ugye meg is kerestek, és elmondták, hogy látnak bennem potenciát, és hogy szükségem lenne, hogy úgy látják, hogy szükség van rám, és ennek nagyon megörültem, hogy ez van, és igazából emiatt, hogy láttam, hogy a Tombi hogy áll a fiatalokhoz, ugye nagyon sok fiatal van most is a csapatban, és hogy meg is adja a lehetőséget nekik meccseken, és hogy minél többet játszhassak, és persze olyan szakmai stábban dolgozzak, ahol maximumot ki tudom magamból hozni, és minél többet tudjak fejlődni. Ugye van egy rutinos poszttársad Székely Marci személyében, vele milyen a közös munka és az összhang, mert én azt gondolom, hogy azért az sem mindegy. Nagyon jó, nagyon jó. De eddig nagyon jó volt dolgozni a Marcival, és ez így is fog maradni, szerintem biztos. Szinte baráti, nagyon közé kapcsolatba kerültünk az öltözőbe, és egymás mellett ülünk. Mindig együtt mozgunk, így edzéseken, edzésen, edzés előtt, videókon, külön videózunk mi a mérkőzésekre együtt, és mindent meg tudunk beszélni, és ugye azért ő már egy tapasztaltabb kapus, már nemzetközi szinten is helyt állt, több helyen is, és nagyon sok mindent tud nekem mutatni, és segíteni, és ez nagyon jó, hogy én vagyok a fiatal, és ő meg az idősebb, és így talán tudjuk egymást segíteni, húzni. És egyelőre legalábbis, hogyha az idény kezdetet nézzük, akkor úgy tűnik, hogy azért egy jó kis csapat, egy nagyon jó keret alakult ki itt Tatabányán. Te ezt hogy látod belülről, ezt hogyan éled meg? Igen, igen. Eddig szerintem ez bizonyítja az elmúlt mérkőzések alapján. Ugye ez egy teljesen új csapat. A tavalyi keretből alig maradtak, azt hiszem, 3-an. De ahhoz képest így a alapozás alatt, az előszezon alapján elég jól összeállt a csapat, és azt lehet mondani, hogy igen, jó munkát végeztünk, mert a szezon kezdésre összeálltunk, és a mérkőzésen nem látszik az, hogy még nem lenne, hogy az, hogy nem ismernénk egymást, vagy nem úgy játszunk. Szóval, és ez csak egyre jobb lesz idővel. Hogy érzed, a tatabányai közeg, a szurkolók is maximálisan elfogadtak például téged és az új játékosokat? Én azért azt így merem mondani, hogy szerintem egy egészen családias közeg van itt Tatabányán, hogyha a klubot és a szurkolókat, ezt így az egészet együtt nézzük. Nagyon, nagyon, nagyon. Szerintem Magyarország egyik, hanem a legjobb szurkolótábora itt van. És ezt minden hazai mérkőzésen, sőt idegenbeli mérkőzéseken is annyian jönnek el és szurkolnak nekünk, és ez nagyon sokat dob rajtunk és segít. És mindig nagyon jól esik ez a szurkolás, hogyha csak valakinek például nevét, gól, vagy nekem a védés után kántálják, ez nagyon nagy boostot tud adni meccs közben. Na hát akkor hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy itt az eddigi idénybeli kihívásokat hogyan élted meg. Kitérünk majd nyilván itt a legutóbbi meccsre és a következő meccsre, és ami ugye most már nagyon közel van, mert hogy holnap fogadjátok a Komló együttesét. Nagy Benedek a vendégünk, tehát a Moltatabánya KC kapusa. Folytatjuk a beszélgetést, továbbra is Nagy Benedek a vendégünk, a Moltatabánya KC kapusa.
Picit térjünk rá akkor magára a bajnokságra. Ugye nagyon jó formában kezdtétek a szezont, ezt szerintem bátran mondhatom, és ugye nagyon magabiztos játékkal behúztátok például a Fradi elleni meccset, aztán legyőztétek idehaza a Csurgót, két mondhatjuk, hogy közvetlen rivális, mert azért kimondva, kimondatlanul, de idén talán már kimondva is a bronzérem megszerzése a cél a Tatabányán. Igen, ahogy mondod, a bronzérem megszerzése a cél, és ez nagyon, ugye, ez két olyan meccs volt, ami nagyon kellett ahhoz, hogy ezt a célt elérjük. Én a Fradi szerintem most lehet látni, hogy az Európa Ligában is ott áll a csoportkör közben, szóval egy nagyon jó csapat, meg nagyon jó nyári igazolásaik voltak, és szerintem ott parádés játékkal, 7 góllal vertük meg őket itthon. Ez nagyon fontos volt, és ugyanúgy a Csurgó is nagyon kemény csapatnak tűnik idén. Tavalyhoz képest kicsit lejjebb voltak, most úgy felépítkeztek ők is. Szóval igen, ez két nagyon fontos meccs volt. Ugye volt a Budai Farkasok, ami papíron ugye kötelező volt, azt is behúztuk, és ugye most voltunk Veszprémben, ami az első 20 perc nagyon jól sikerült, viszont a végére kicsit elfáradtunk, és sajnos úgy alakult, hogy egy 10-es met közé, de azt gondolom, hogy ez még vállalható volt. És ugye majd most a Komló ellen is egy olyan meccs lesz, ami nem lesz egyszerű, de be kell húzni. Egyébként ugye a Veszprémmel összecsaptatok a MOL kupán is, ugye a MOL kupa fináliában. Szerintem ott is nagyon szépen helyt álltatok itt, meg ugye az első fél időben igen komolyan meg is vicceltétek a Veszprémet. Tombor Csabi hogyan értékelte egyébként ezt a most a legutóbbi bajnokit például? Mert én azt gondolom, hogy azért bőven van olyan pozitív, amiben lehet kapaszkodni, még akkor is, ha egyébként tényleg egy 10 gólos vereség lett a vége. Igen, hát ugye a Tombi is azt emelte ki az első 15-20 percet, ahol nem is tudom, volt, hogy 5 góllal is vezettünk, és nagyon jó volt a védekezés, a támadás, lendületesen játszottunk, és igazából azt kell mondani, hogy a Veszprém úgy bele se tudott ott szólni, meg nem is tudott olyan mérvadó dolgokat csinálni, hanem mi teljesen irányítottuk a mérkőzést, aztán elfáradtunk, belecseréltünk, ők is frissítettek, és azért ott ugye világsztárok jönnek világsztárok helyére, és hogy megérződött, hogy nincs olyan csere náluk, aki visszahúzná a csapatot, hanem inkább felemelte, például bejött a Lauge, aki most szerintem bombaformában van, és szerintem ott ez volt. És ugye szépen lassan elfáradtunk ugye második fél időben is, és ugye emiatt. De a Csabi elégedett volt, azt mondta, hogy jól küzdöttünk, jól hajtottunk, és hogy azt a 15 percet kell kihúzni minél tovább, és akkor egy Veszprém Szegeddel is tényleg fel tudjuk venni végig a harcon. Számodra veszprémi nevelésként egyébként Veszprémben pályára lépni, az jelent bármiféle érzelmi többletet? Vagy például majd a Gyöngyös elleni bajnoki azért az különlegesebb lesz. Nem sokára azt hiszem, hogy talán október 22-én a Gyöngyöst is fogadjátok majd, hiszen azért most a legfrissebb emlékek Gyöngyöshöz kötnek. Igen, azért ez mindig más. Ugye én Veszprémben voltam 2 évet az akadémián, és onnan mentem át Gyöngyösre. Most is emlékszem, hogy az arénámba jártunk még reggel suli előtt, nem is tudom, hogy 6:30-ra edzésre, és azért vannak ismerős arcok, meg ott a csarnokhoz is, a Veszprém arénához is kötődnek emlékek, azért mindig másot játszani, és ugyanígy kíváncsi leszek majd, amikor Gyöngyösre megyünk, azért ott is 2 évet voltam, hogy milyen lesz ellenfélként most már ott pályára lépni. Hát várom, de igen, várom, nem tudom, hogy milyen lesz. Ugye most itt azért azt kiemeltük, hogy az idény eleje ez kimondottan jól sikerült, úgy néz ki, hogy jó formában is vagytok, és hogy eléggé jól sikerül az a fajta kohézió és az a fajta csapatépítés, amit ugye itt a nyári felkészülés során elkezdtetek. Hogy érzed, hogy ebből lehet esetleg egy még szebb tavasz, és esetleg egy-két ilyen bravúr eredmény, amit itt már megpendítettél te is, hogy esetleg a Szegedet vagy a Veszprémet mondjuk a bajnokság második felében már megviccelni, vagy elégedett lennél stabilan, ha mondjuk meglepetés bravúrok nincsenek is, de mondjuk a bronzérmet a stabilan hozzátok? Hát a legfontosabb az, hogy meglegyen idén a harmadik hely, és ugye így kivívjuk a Európa Ligás főcsoportba való bejutást ismét, de azt gondolom, hogy ennél a csapatnál azért ez nagyon friss csapat, most vagyunk együtt szerintem azt hiszem 3-4 hónapja, szóval itt már még 3 hónapot, ha hozzáteszünk, az nagyon sokat fog dobni taktikába, összeszokásba, szóval szerintem itt napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra egyre jobbak leszünk, és összeszokottabbak, és persze mi is szeretnénk ilyen bravúr győzelmeket elérni, és nem titok, hogy tényleg ezt szeretnénk is, de ami legfontosabb, hogy
stabilan hozzuk a kötelező mérkőzéseket, meg a fontosabb mérkőzéseket, és akkor meg legyen a harmadik hely. Például holnap a Komló ellen akkor? Igen. Hát akkor ezt kívánom nektek, és köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és hogy beszélgettünk egy keveset. Nagy Benedek volt a vendégünk, tehát a MOL Tatabánya KC kapusa. Forrás Rádió. Mindig veled!